Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet, ami legegyszerűbben ügyfélkapus azonosítással tehető meg az adóhivatal honlapján keresztül. Aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az SZIA hatája alá tartozó egyéni vállalkozókat kivéve, a kiajánlott tervezet lesz az érvényes bevallása május 20-a után. Május elejéig csaknem 530 ezer ügyfélkapuval nem rendelkező adózó kapta meg postán a bevallási tervezetét a NAV-tól. Mindenképpen érdemes átnézni ezt a papíralapú tervezetet, illetve elolvasni a mellékelt tájékoztatót, amiben minden fontos tudnivaló megtalálható. Akiknek visszajár a befizetett adóból, vagy fizetniük kell a bevalláskor és részletfizetést kérnének, azoknak elég a bevallási tervezethez mellékelt személyre szabott kiegészítő nyilatkozatot kitölteni és visszaküldeni május 20-áig. Szintén május 20-ai határidővel rendelkezhetünk adónk 1+1%-áról. A nav.gov.hu oldalon valamennyi lehetséges civil szervezet és más kedvezményezet megtalálható. Az SZIA 1+1%-áról idén is csak úgy, mint a korábbi években egészen május 20-áig lehet rendelkezni, tehát szerdán, évfélig. A tapasztalatok alapján a legtöbben gyermekek gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk egyik 1%-át. Valójában ez ma már egyszerűbb és gyorsabb, mint egy pizza rendelés, csak egy ügyfélkapus hozzáférés kell, és a NAV webes kitöltő programjával már pár pillanat alatt, illetve kattintással is meg is lehet tenni a felajánlásokat. Akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, kiegészítésében, vagy az 1+1% felajánlásában, azok a NAV infóvonalán a 18-19-es számon kérhetnek segítséget, vagy a weboldalon videón keresztül mutatják be a helyes eljárás menetét.